A menedzserem felhívott két napja ezelőtt, és kérdezte, hogy mi a véleményem, tudok-e, hogy mi a szituáció Magyarországon, meg a csapatoknál, meg hogy láttam-e, hogy hogy szerepelnek a csapat, mondtam, hogy igen, és akkor azt mondta, hogy lehet, hogy neki volna egy kapcsolat Mr. Leo Ben Hackerrel, hogy érdekel-e engem ez a szituáció, és onnan kezdődött az egész. Ugye négy meccs után 0 rúgott góllal áll az Újpest. Milyen célokat tűzte ki ön, illetve a csapat elé a vezetők? Hát most ebben a pillanatban nagyon reálisan meg kell nézni arra és beszélni a célokról. A cél az a rövid idő cél az, hogy a kaposvári meccsen rendbe tegyük a fejünket, hogy mentálisan erősen lépjünk ki a pályára, és minél jobb eredményt hozzuk a vasárnapi meccsen. Ugye azért ön ismeri a magyar bajnokságot, Kaposváron pedig elég nehéz pontokat elrabolni. Mit vár az ottani meccstől? Én azt mondanám, hogy nincs könnyű ellenfél, akár ki ellen játszunk, de Kaposvár mindig mutatott nagyon-nagyon jó futballt, és nagyon nehezen lesz azt a meccset lehozni, mert persze ott is vannak kvalitások, persze a pálya kisebb, mint sok-sok másik pályán, de végül arra rá kell hangolódni, elő kell készíteni, amit lehet előkészíteni ezen a pár napon, és úgy neki menni. Ugye sok-sok fiatal játékos van Újpesten, leginkább csak azok vannak, és talán még ők is rutintalanok azt illetően, hogy az ilyen helyzetben mit kell kezdeni. Ön azért már jóval rutinosabb ennél, mit lehet kezdeni egy ilyen krízisben ezekkel a fiatalokkal? Most ebbe a pillanatban ki kell használni a rutint, és arra kell nagyon számítani, hogy a rutinos játékos meg tudja oldani ezeket a szituációkat. Persze a fiatal játékos még nincs neki ez a tapasztal, de rá kell bízni a rutinos játékos, hogy majd kisegíti a fiatal játékos, kisegíti, megmondja és koordinálja a pályán, és ebben lehet jó eredményt elérni.